Csütörtökön több internetes portálon is megjelent, hogy a harmadik leggazdagabb magyar Gattyán György cége lett a Kodolányi János Egyetem fenntartója. Mint Berta Ákostól, az intézmény gazdasági rektorhelyettesétől megtudtuk, ez nem felel meg a valóságnak. Részigazságok vannak, mi keressük azt a befektetőt, aki úgy tudna az egyetem oldalára állni, hogy igazából érdemben tudjunk tovább lépni. Így nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a fejlődés érdekében és a meglett munka érdekében legyenek olyan kollégák, befektetők, akik tesznek ezért. Gattyán Györggyel is tárgyalunk, jelenleg még nincs pont a dolog végén. A tárgyalások tehát még folytatódnak. Egy biztos, a Kodolányi János Egyetem fejlesztéséhez szeretné a megfelelő befektetőt megtalálni a vezetőség. Én azt gondolom, hogy a Kodolányi egy nagyon értékes történet a magyar társadalomba, Székesfehérvárnak is, Budapestnek is, Orosházának is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és örülök, hogy vannak érdeklődők, akik ezt látják és értik. Az intézmény fenntartó társaságban eddig az egyetem tulajdonában lévő KJE fenntartó ZRT volt az egyedüli részvényes. A Kodolányi honlapján található beszámoló szerint a szenátus március 11-i ülésén egyhangulag támogatta az együttműködést a Gattyán György tulajdonában lévő Dokler cégcsoporttal.